Sziasztok bikák, köszöntelek a csatornámon, Attila Tarot. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok különösen, ha feliratkoztatok, nagyon hálás vagyok érte, annak pedig még jobban örülök, hogy újra itt vagy, ha pedig új vagy, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás segíteni fog mindannyiótoknak. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy májusban milyen energiákat várhatsz a pénz és a karrier területén. Mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. Először is a segítő állatok szelleme kártyájával kezdjük, ahol neked az antilop szellem jött ki, az élet felgyorsul. Tehát ez egyrészt jelenteti azt, hogy néhányatoknak nagyon elfoglalt élete van, nagyon sok minden történik az életetekben, de ez a kártya általában arra is felszólíthat, hogy lehet, hogy van valami ötleted, van valami, amin már régóta gondolkozol, de valami miatt még nem tetted meg a lépést. Ez a kártya arra szólít, hogy itt az ideje, hogy elindulj. Itt az ideje, hogy megtedd ezt a lépést ebbe az új irányba. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. A kirakásod középpontjában az érmék hetes áll. Az érmék hetes, ami a számadásnak a kártyája, amikor igazán elemzed azt, hogy valamiben, amiben nagyon sok energiát, erőt, munkát fektettél, azt érdemes-e folytatni. Ez lehet egy saját vállalkozás, projekt, munkahely, ahol nagyon sok dolgot létrehoztál, nagyon sok energiád van benne, de igazán nem tudod, hogy ezt érdemes-e folytatni. Lehet, hogy egy előreléptetést szeretnél, lehet, hogy több fizetést szeretnél, és igazán már jó ideje vársz rá, de nem látod azt, hogy ez bejön. Ez igazán kötődik az álmainkhoz, manifestáláshoz is, amikor úgymond a manifestálás valamilyen módon megjelenik. De nézzük meg, hogy milyen más lapok veszik ezt körül. Az első kártyánk az a kardok ötös, ami a konfliktusnak a kártyája. Általában egy olyan konfliktust jelent, ahol igazán nincs megfelelő kommunikáció. Amikor ez a kártya kijön, akkor mindenki a saját érdekeit, a saját akaratát próbálja érvényesíteni, és emiatt mindenáron el akarják érni a célukat, és nem hallgatnak egymásra, és igazán van, aki elvonul vesztesként, de igazán a győztes sem győztes. Amikor ez a lap kijön, nagyon fontos az, hogy igazán jobb kommunikációra van szükség, ahol mindenki figyel, hallgat a másikra, és elmondja a gondját, baját. A következő lapunk pedig az ördög. Az ördög az általában jelzi azt, hogy van valami, ami kiesett az egyensúlyból. Ez általában jelenthet egy mérgező munkahelyet, mérgező főnököt, amit igazán tudod, hogy nem jó hatással van az életedre, de mégis maradsz, mert az ördögnek mindig van valami vonzereje, amivel visszatart. Ez lehet, hogy a fizetés, lehet a kollégák, igazán bármi. Általában az ördög jelzi azt, hogy egy olyan helyzetben vagy, amikor megakadtál, amikor úgy érzed, hogy nem te vagy az, aki kontrollálja az életedet, a helyzetedet, és úgy érzed, hogy ebből a helyzetből nem tudsz kikerülni. Tehát ez lehet igazán bármi ilyen függő helyzet, jelentett akár ilyen ördögi ciklusokat, ismétlődő negatív ciklusokat is az életedbe. Tehát itt igazán, amikor az ördög kijön, az egy üzenet, hogy a döntés az igazán a tied, hogy meddig folytatod ezt az ördögi kört, vagy pedig felhagysz vele. És szerintem itt az üzenet az nagyon tisztán megjelent az, hogy ideje elindulni, ideje ebbe az új irányba útra kelni. Aztán következő kártyánk a kejhek királynője. Udvari kártyaként lehet egy személy, lehet a te energiád, vagy pedig a lapnak az energiája. Ez egy olyan személy, akinek az érzései, megérzései, a mások érzései nagyon fontosak. Egy kreatív személy, aki igazán szeret segíteni az embereken. Lehet gyógyító, is, vagy valamilyen segítő. Aztán a következő lapunk pedig az uralkodó. Az uralkodó, ami általában egy vezetőt jelent, egy nagyon autoratív figurát, aki nagyon stratégiailag nagyon jó, sikeres, szervezett, rendezett, de nem egy flexibilis ember. Tehát itt ez, mint láthatod, nagyon kötődik az ördökhöz, lehet, hogy itt valamilyen mérgező főnökről van szó. Néhányatoknál az is lehet a helyzet, hogy próbálsz egy vezető szerepet megkaparintani, egy olyan lehetőséget próbálsz manifestálni, amit téged vezető szerepbe tesz. Lehet, hogy itt ez egy kicsit meg is rögzött vagy ezen, tehát úgymond állandóan ezen agyalsz, tehát a fejed is fáj tőle. Aztán a következő lapunk pedig az erő kártyája. Az erő, ami igazán arról szól, hogy nagyon erős, nagyon bátor vagy, hogy bármilyen szituációt képes vagy kezelni. Jelzi azt, hogy az önbizalmad az nagyon fontos, tehát nagyon magabiztos vagy ezekben a vitákban, ezekben a harcokban. Azt is jelentheti a kártya, hogyha valami új lehetőséget, új állást, új pozíciót akarsz megszerezni, akkor a magabiztosságod nagyon fontos. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy olyan lépést teszel meg, amivel meglepsz másokat is. Tehát itt lehet, hogy például régóta gondolkozol azon, hogy elhagyd ezt a céget, régóta gondolkozol azon, hogy a saját vállalkozásodba vágj bele, és igazán ezzel megleped az embereket. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. Természetesen mindig szívesen olvasom azt is, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a valósággal. Tehát a jövőre vonatkozóan az érmék királynője jelent meg. Az érmék királynője ugyancsak jelentett egy személy, tehát itt elég sok személy van ebben a kirakásban. Jelentett téged is, vagy a kártya energiáját. Tehát az érmék királynője egy olyan személy, aki nagyon jó üzletember, nagyon jól tudja, nagyon jó döntéseket hoz, olyan döntéseket hoz, amivel a pénzét, a vagyonát megtöbbszörözi. Tehát itt jelenthet azt is, hogy pénzügyileg stabil leszel, pénzügyi helyzeted, hát igazán ez egy hosszú távú, nagyon stabil energiát jelent a bőség tekintetében. Aztán a következő lapunk pedig nem meglepő módon az érmék 3-as, ami a csapatmunkának a kártyája. Tehát itt ez a három személy szerintem már mindenképpen jelzi azt, hogy itt a csapatmunka nagyon fontos. Néhányatoknak szerintem az az, ami visszatart, mert itt egy szinten van az ördöggel, tehát a közösség, a csapatmunka az, ami mindig úgymond újra gondol, ezáltal mindig újra gondolod a helyzetet. De az érmék 3-as a kemény munkát is jelzi, amikor valamiben nagyon sok energiát fektetsz, és ezt észreveszik, megjutalmazzák. Jelenteti azt is, hogy valamit teljesen az alapoktól próbálsz felépíteni, ez lehet egy karrier, lehet egy cég, projekt, bármi. Aztán az utolsó lapunk pedig az érmék lovagja, ami ugyancsak jelölhet egy szemét, nem meglepő módon, tehát a csapatmunka tekintetében jelentett téged is. Ez egy olyan személy, aki nagyon megbízható, nagyon szorgos, aki mindent megtervez, minden lépését, és igazán mindent a könyv szerint csinál. Emiatt nagyon lassú, tehát túl sokáig tervez, és igazán ennél a kártyánál nagyon fontos az, hogy meginduljon. Mert amikor megindul, akkor garantált a siker, garantált a hosszú távú siker. Nagyon érdekes, hogy ez egy irányba halad, az antiloppal. Tehát itt szerintem ez csak igazán felszólító újra arra téged, hogy itt az ideje annak, hogy elindulj. Mert ennél a kártyánál is egy nagyon fontos momentum, amikor elindul, mert akkor jön be a siker. Ez jelentett egy állásajánlatot, tehát vagy valamilyen ajánlatot, pénzügyi ajánlatot, ami nagyon stabil ajánlat. Akár olyan ajánlat is lehet, amikor úgymond te adsz ajánlatot, mert ingatlant szeretnél vásárolni. De itt nekem igazán az állásajánlat, ami nagyon bejön. Aztán a pakli alján a botok 4-es van. A botok 4-es, ami igazán az új kezdetnek az a kártyája, a 11-11, amikor az ajtók kinyílnak előttünk, amikor egy olyan közegben vagyunk, ahol otthon érezzük magunkat. Tehát ez az otthon is lehet, tehát lehet, hogy itt az otthon eladásáról van szó, de mindenképpen egy örömteli kártya, amikor igazán olyan közegben vagyunk, ahol jól érezzük magunkat, és jelzi az új kezdetet is. Tehát szerintem itt az üzenet nagyon világos, itt az ideje, hogy megindulj az álmaid felé, a terveid felé. Hát remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.